Azok, akik tartósan botox kezelésnek teszik ki magukat, és az arcizmaikat is lassanként egyre nehezebben értik meg beszélgető társaik érzéseit, állítják dél-kaliforniai kutatók. Szerintük ugyanis az érzések dekódolásához arra van szükség, hogy magunkban néhány pillanatra leutánozzuk a partner arc kifejezését, ám azoknak, akiknek egyes arcizmaik már nem képesek erre, azok kép... vagy azoknak? De mit szívott, aki írta? De most komolyan? Mindegy, képtelenek erre. Most elmondom körülbelül. Nyelvbeütetés vagy a nyelvbotox. De nem én olvasom szarul, nézd meg, így van írva. Hát azoknak... nagy jövőt nem jósolok neked. De Laci, nincs az, hogy ez így félhangosan műsor előtt elolvasod, és rá jössz. Bízom abban, hogy jól van írva. Buri volt? Vagy mi van, gyerek? Gyerekek, sziszár meleg itt. De ha gyengi ki az izmokat, mert ugye ez van, és akkor nem tudsz arcokat vágni, akkor például politikusok vagy brókerek kaphatnak botox kezelést, nem? Hogy ilyen kiismerhetetlené válik az arcuk. De itt ez a hír nem erről szól. Ez arról szól, hogyha valakin végeznek botox kezelést, az nem érzékeli állítólag mások grimaszait, mert hogyha én téged nézlek, és te mosolyogsz, és én nekem pedig már lárva arcom van, nem érted, és, nem tudom, és reagálnod kéne persze, arra, amit te mondasz, akkor nem tudsz jól reagálni. Nem, ezt akkor, hogy én nem veszem le mások érzelmeit sem, ezt fel. Vagy lehet, hogy a botox miatt hozzávartak, vagy hozzá lőttek valami olyan idegpályát, amit ő csak egyfajtában így van. Nem érted semmit. A botox nem magyar termék. Van nekünk rendes paprikakrémünk, ahhoz egy kis disztorzsi, hozzáadunk, és azt úgy mondják, botox magyarosan. Nem kell mindjárt külföldre szaladgálni minden hülyeségét. És ez azért jó, mert ha benn van a botox, akkor kis volt mindjárt jobban meleg, hogy lefitt egy ide előre. És akkor már nem kell ide se tölteni. És akkor, ha esetleg nem éltem valakinek a grimaszát, akkor szarok rá. Nemzeti arcfelvarrás program. Szóval magának ehhez az archoz volt pofája. Én például szerintem most volt kint egy csomó ember ilyen maszkokba a Kossuth téren, meg ilyen ruhákba, szerintem egyszerűen túlbotoxozt, annyira mosolyogtak. Lehet, hogy annyira mosolyogtak a rendvédelmi dolgozók, hogy el akarták takarni. Akkor még mutasd meg, milyen a híres magyar botoxtánc. A híres magyar botoxtánc? Egyet jobbra, egyet balra. Egyet jobbra, egyet balra, az 2022-ig így. A 120 milliárdos elvonást tartalmazó gyógyszercsomag betarthatósága érdekében a csomag több eleme is büntetné azokat a betegeket, akik nem a legolcsóbb terápiát választják, vagy nem szedik rendszeresen gyógyszereiket. Aki nem képes lefogyni, vagy nem szakik le a dohányzásról, többet fog fizetni a készítményekért. De lesznek ilyen lakáskommandók, hogy otthon... Tehát ha nem szoksz le a dohányzásról, akkor nem a gyógyszerért fogsz többet fizetni, hanem a... cigarettáért. Annak az árát emelik föl. Azért már így is sokat fizetett. Tényleg? Nem, úgy lesz megoldva, a cigarettát csak pénzbe lehet sodolni majd. Tudjátok, mit nem értek ezzel kapcsolatban? Kérek egy 100 cigarettát 20 000-esből? Ezt még senki nem válaszolta meg, hogy erre mi a biztos, válasz? Biztos, hogy én leszek az, hogy megváltozom? Tedire gondoltam, hogy a következő logika, és ezt már interjúban föltettem tüdőgyógyásznak, államtitkárnak, mindenkinek, és senki nem tudta megválaszolni, hogyha ha nem támogatják a gyógyszer vagy a dohányzásról leszokó szereket, azért nem támogatják, mert a dohányzás akkor szerintük nem betegség, hanem egy rossz szokás, amiről tessék leszokni. Ha nem betegség viszont a dohányzás, akkor miért van tiltva, és miért van ráírva mindenhova, hogy halált okoz? A betegség szokott halált okozni. Meg a villamos. Ha nem ismerik el... Bocsáss meg, a balta is okoz halált. Nem ismerik el... Tehát de a balta csak akkor, ha letüdőzöd. Ez is értem, igaz. Hogy káros, én értem, hogy káros, és egyet is értek azzal, hogy a dohányzásról leszokó program, és ez legyen egy népegészségügyi ügy, de akkor ne az legyen, hogy büntibe kerül az, akit ez a betegség megtámadott. Hogy miért hívják az egészet nemzeti együttműködésnek. Én úgy tudom,
amit most felajánlok, úgy tudom, hogy a betegnek gyógyulás kell, vagy neked nemzeti gyógyulás kell? Tehát én ismerem az elmebajnak egy speciális válfaját, az abban az a tünete, hogy minden elé a nemzeti szót teszi. Olyan van a húzat van, hogy én nemzeti tüdőgyulladás Együtt, emlékszel, együtt voltunk abban az időben Írországban, amikor az ír gazdasági csodáról beszéltek, ugye egész Írországban nem lehetett dohányozni, és elmentünk egy helyre vacsorázni, együtt voltunk, és az utcán irdatlan hideg volt, az utcán ki volt téve két ilyen, nem tudom, ami infralámpa, hogy ott lehessen, mindenki kín, az egész étterem kín dohányzott, tök üres volt az étterem, majd kiszólt a pincér, és azt mondta 12-es. Akkor a 12-es csoport azt mondta, megjött a kaja. Bementek, megették, abban a pillanatban kijöttek, ugyanúgy, mi is ugyanúgy mentünk ki. Egyetlen embernek volt nagyon jó, az utcazenészeknek. Olyan buli volt, kína, és mozogtunk is, nem is fáztunk, úgyhogy én például teljes mértékben mit akartam mondani. De mi volt a gyógyszer? Azért hallgatom a szájkát, mert... Gyerekek, ezek már olyan magasságok, magam se tudom. Hol szárnyalok éppen? Megosztom veletek. Te is elhoz, hagyjál még el. Az a döbbenetes, hogy emlékszel rá. Igen. Mert hogy én is emlékszem rád, amilyen állapotban. Igen.